Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Elvágta az unokahúga torkát, brutális gyilkosság történt Tengericen. Közel 15 millió forint, ennyibe került Szakály új falugornoki busza. Kisebb nyereséggel zárták az évet, ez derült ki a Tamási Városüzemeltető Kft. Beszámolójából. Az esztendő legaktívabb 24 órája, Dombóvár is csatlakozott a kihívás napjához. Brutális gyilkosság történt csütörtök hajnalban Tengelit Szőlőhegyen. Egy 29 éves férfi több kézszúrással sebesített meg egy nőt, majd végül a torkát is elvágta. Úgy tudni, a támadó és az áldozat unokatestvérek voltak. A rendőrök néhány óra alatt elfogták a gyilkost. Fehér overallba öltözve, kora hajnaltól délutánig helyszínelt a rendőrség Tengelit Szőlőhegyen. Kegyetlen gyilkosság történt az éjszaka folyamán a házban. Egy férfi saját unokahúga torkát vágt el, és többször meg is szúrta őt. A késelést egy kiskorú hozzátartozójuk is végignézte. A településen azt beszélik, az áldozat bántalmazása hosszú évek óta tartott már. Az erről nekünk nyilatkozó férfi azt kérte, nem mutassuk meg az arcát. Ismeretes volt az úriember is, aki elkövette ezt az egészet, tehát tudta róla mindenki, hogy én, amit én hallottam, és krizofém hajlamai rendelkezett. A gyilkos korában kórházban is feküdt a pszichés betegsége miatt. A település lakói azt mondják, annak, hogy rendszeresen ütötte-vágta az áldozatot és a megaláztatásoknak, a házban élő kislány is gyakran szemtanúja volt. Róla úgy tudjuk, megpróbálta újraéleszteni a földön vérben fekvő nőt. Erőszakolások, folyamatos dolga történt. Kislányt ütötték, vágtak. Én ennyit tudok. Voltak szomorúbb dolgok is, örökké dolgozott a kislány, dolgoztatták. A rendőrség azonnal nagy erőkkel kezdte felkutatni a gyilkosság gyanúsítottját. Kora délután el is fogták egy pincében a bujkáló férfit. Június 1-én hajnali 3 óra magasságában érkezett bejelentés a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába, hogy egy fiatal 24 éves Tengelit Szőlőhegyi hölgyet megszurkáltak, aki a helyszínen életét vesztette. Azt is elárulták, hogy az elkövető a helyszínről elmenekült, ezért kollégáim az elfogására intézkedtek. A helyszínre hívták a terrorelhárítási központ munkatársait is, akik szintén részt vettek a keresésben, azonban végül a Paksi rendőrkapitányság munkatársai találták meg a 29 éves, szintén helyi férfit. A férfival szemben a hatóság emberölés miatt indított eljárást. Információink szerint pszichiátriai megfigyelés céljából kórházba szállították. A 6 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel rendelkező vállalkozó Start 2 program segítségével több mint 1000 új cég jöhet létre idehaza. Ezt mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A június 1-én indult programról Comba Sándor közölte, sokan vannak azok, akik jó ötlettel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek, de nincs hozzá pénzük, illetve jogi, vállalkozási ismeretük. Nekik szeretnének segíteni azzal, hogy első körben mentorálják őket, felhozzák őket arra a szintre, hogy a startvonalhoz oda tudjanak állni. Majd, ha egy jó üzleti tervet letesznek az asztalra, akkor pedig maximum 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak számukra. A pénzből 3 millió a bérre és járulékokra fordítható, a maradék 1,5 milliót pedig egyéb eszközbeszerzésre, cégalapításra használhatják fel az érintettek. A programban 12 hónapig adnak támogatást, és újabb 12 hónapig fenn kell tartani a létrehozott céget. A szülők jó bizonyítványt állítottak ki az iskolákról. A szülői kérdőív 130 ezer válaszadójának ugyanis több mint 60%-a 4-es, 5-ös jegyet adott a gyerekét oktató intézménynek, tehát elégedettek az ott folyó munkával, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön. Rétvári Bence a szülők világnapján rendezett műhelykonferencián kiemelte, a válaszokból is kitűnik, hogy Magyarországon megvan az összhang a gyerekek nevelésében, az otthon és az iskola között. A társadalmi egyeztetésen levő pedagógus életpálya törvénnyel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, abban jelentős változás lesz, hogy megszűnik a kötelező minősítés, az önértékelés és az egyéni pedagógusi tanfelügyelet. Ezen adminisztratív terhek csökkentésével az oktatóknak több idejük lesz a gyerekekkel foglalkozni.
15 éves 220 ezer kilométert futott régi falugornoki buszát cserélte le, Szakály a Magyar Falu programpályázatán elnyert közel 15 millió forintból. Tolna vármegye 2-es számú választókerületében eddig 32 ilyen járművet adtak át, több mint 471 millió forint értékben. Emelte ki a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Tolna vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szakály község új, Magyar Falu pályázaton beszerzett falugondnoki kisbuszát próbálta ki az ünnepélyes átadót követően. Az előző évek folyamán több projekt valósult meg Magyar Falus forrásból a választókerületében található településen. Mint mondja, a kisbuszos az egyik legnépszerűbb pályázat az 5000 fő alatti falvak körében. Ez a 32. ilyen gépjármű, ami az én körzetembe került. Egyébként az 58 településből 56 tud pályázni ebben a programban, hiszen 5000 lélekszámnál kisebb települések tudnak a Magyar Falu programba pályázni, és ezzel a busszal pedig szinte mindennapos, nem szinte, hanem mindennapos feladatokat látnak el. Tolna vármegye 2-es számú választókerületében több település élt azzal a lehetőséggel, hogy a régi falugondnoki buszát határon túli, civil vagy egyházi szervezet számára ajánlotta fel. A pályázat elbírálásakor ez pluszpontot jelentett a pályázó önkormányzat részére. Szakály község önkormányzata a romániai Maros megyében található Sóvárdának ajándékozza a kisbuszt, ahol iskolások szállítását fogja szolgálni majd a jövőben. Az új pedig a tolnai település életét segíti. 15 millió forintba került ez a busz, és a régi buszt pedig kivisszük külhoni településre, Erdélybe, a Sóvárad községnek fogjuk odaadni a régi buszunkat. Az új busz akárcsak a régi, minden nap használatban lesz a jövőben. Fuvarozzák vele az iskolásokat, ebédet szállítanak ki a szépkorúak számára, de ha a falu kitelepül egy-egy rendezvényre, azt is ezzel a járművel oldják meg a jövőben. Június 1-től elindult a kötelező akciózás a kereskedelmi üzletekben. Az élelmiszerboltokban 20 termékkategóriában számíthatnak a vásárlók árleszállításokra. Erősítette meg csütörtöki közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A most életbe lépett szabályozás az 1 milliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező kereskedőkre vonatkozik, amelyeknek 20 termékkategória esetében kell hetente kötelező akciót hirdetniük. Ilyen termékkategória például a baromfi hús, a tej, a tejföl és a helyettesítőik, ilyen a sajt, a kenyér, a péksütemények, a száraz tészta, a rizs és egyéb ceráliák, a friss gyümölcs, valamint a friss zöldség. Megalakulásuk 20. évét ünneplő gálaműsort adtak a Bonyhádi Bartók Béla Általános Iskola modern tánc szakozatának diákjai és egykori tanulói a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Házban. A programban több mint 100-an vettek részt. A rendezvény egyébként egy jubileumi évad első eseménye volt. Jövőre ugyanis több meglepetés programmal is készül a tagozat. A pár éves szerkezeti átalakításokon átesett Tamási Városüzemeltető Kft. 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról is elhangzott a beszámoló a legutóbbi helyi testületi ülésen. Az évet kisebb nyereséggel zárta a cég, derült ki a benyújtott és elfogadott dokumentumból. Várom tisztelt képviselők kérdéseit és a hozzászólásait. 20 napi rendi pontot tárgyalt Tamási Város képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával, ahol a Városi Rendőrkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság helyzetéről is szó esett. Az elfogadott beszámolóból kiderült, hogy a Tamási járás nyugodt, bűncselekmények szempontjából egy kevésbé fertőzött terület, a jó statisztikai adatok hátterében a rendszeres közterületi rendőri jelenlét áll, fogalmazta meg a településvezető. A Tamási Városüzemeltető Kft. 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról is elhangzott a beszámoló az ülés alkalmával. Jó volt látni a beszámolóban, hogy kisebb nyerességgel tudott zárni a cég. Tehát az a céges szerkezeti átalakítás, amelynek bevezetésére sor került, úgy néz ki, hogy most meghozza a gyümölcsét, és jó irányba tudtuk ezt módosítani.
A Városüzemeltető Kft. Szerkezeti átalakítására 3 évvel ezelőtt került sor. Ennek értelmében a vagyongazdálkodás kikerült a cég feladatai közül, viszont fokozottabb mértékben végzi a városüzemeltetési feladatokat, mint például zöld felületkezelést, közvilágítási rendszer karbantartását, illetve építőipari vállalkozói tevékenységet is folytat. A hulladékgazdálkodási feladatok változásával kapcsolatban is egyeztettek az ülés során. Mint köztudott, július 1-től az állami konceszor, a MOL cégcsoport veszi át az egész hulladékgazdálkodási rendszert, tehát megszűnik kötelező önkormányzati feladatnak lenni. Így az önkormányzatnak majd a szükséges döntéseket ebben kapcsolatosan meg kell hoznia, a vonatkozó rendeletet majd június 30-ig, de ez majd a következő testületülésnek lesz a feladata. Tamási város számára az a fontos, hogy a szolgáltatás minősége a jövőben se változzon, valamint hogy a városban működő hulladékudvar továbbra is a lakosság rendelkezésére álljon, csak úgy, mint az ügyfélszolgálati iroda. Az idei évben ez biztosan nem fog változni. A kormány minden forrás biztosít a hallgatók, az oktatók és a kutatók számára, hogy a nemzetközi együttműködéseket, csereprogramokat folytatni lehessen, mondta a miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba kiemelte, az európai integráció legfőbb vívványai között szerepel az 1987-ben indult Erasmus program, ezért fontos, hogy a problémák és félreértések, amelyek a felsőoktatással összefüggésben az Erasmus Plus kapcsán megjelentek, mihamarabb tárgyalásos úton minden érintett fél számára megnyugtató módon rendeződjenek. A kormány, ahogy eddig, úgy ezután is kész az észszerű konstruktív egyeztetésekre az Európai Bizottsággal, de van egy határ, amely mentén visszautasítják a különböző politikai nyomásgyakorlás szolgáló vádakat, tette hozzá a szakpolitikus. A kihívás napja az év legaktívabb időszakának számít az egész országban. Ehhez csatlakoztak most a dombóváriak is. Az esemény alkalmából volt, aki 24 órán át sportolt. A közös bemelegítést a városban sokak által ismert nyugalmazott testnevelő tanár, Miszler József vezette a Szuhaj Sportcentrumban. Minden sportágnak a képviselői itt lesznek, és rám az a becses feladat hárult, hogy a bemelegítő gimnasztikát a régi szaknyelven próbálja megtartani úgy, ahogy annak idején az iskolában szaknyelven 46 évig tanítottam a gyerekeknek. A kihíváson több sportág atlétái is képviseltették magukat. Évfél óta itt vagyunk, 15-en kezdtük. Nyilván voltak olyanok, akik munkai elfoglaltság vagy az iskolai elfoglaltság miatt reggel 6-7 óra körül elmentek, de volt közülük is olyan, aki már időközben visszajött. De 9-en még vagyunk a kezdő 15 főből, akik évfél óta itt vagyunk és mozgunk. Ugye a kihívás napja a mozgásról szól, mi ezzel akarunk egyfajta példát mutatni. Az esemény alkalmából a bringások is egy bemutatóval készültek a nemrégiben átadott pump track pályán. A kihívás napjához ezzel a kis bemutatóval csatlakozunk, ami egy freestyle BMX bemutató. Ennek a lényege úgymond az, hogy nem edzésre járunk le, hanem mi szabadon csináljuk ugye ezeket az edzéseket. A mögöttem látható pálya ez egy pump track nevezetű pálya, aminek az a lényeg, hogy körbe kell menni tekerés nélkül, a hullámokat kihasználva minél gyorsabban, illetve itt ezen a pályán egy-két ilyen kisebb ugrató is megtalálható. A sportolók egészen a kihívás végéig, este 9 óráig mozgásban maradtak, így képviselve a várost az országos eseményen. Regionális híreink következnek. Útfejlesztés, régió szerep, Baranya logisztikai központ lesz a külügyminiszter szerint. Ki fizeti a javítási munkákat? Kérdések a pécsi vásárcsarnok körül. Nyári rendezvények, szolgáltatások, termékértékesítés ellenőrzése, szezonális kitelepülőket is vizsgál a NAV. Nyertese lesz logisztikai értelemben Pécs és Baranya azoknak a közlekedési fejlesztéseknek, amelyek délfelé nyitják meg a határt. A Mohácsi híd építése a kelet-nyugati összeköttetést és a szerb határ elérését is segíti. Erről is beszél stábunknak Szijjártó Péter külügyminiszter.
Logisztikai szempontból Pécs-Baranya nyertes lesz a mostani közlekedési fejlesztéseknek köszönhetően, mondta kérdésünkre a külgazdaság és külügyminiszter televíziónknak. Stábunk a keddi pécsi gyáravató után készített stúdióbeszélgetés Szijjártó Péterrel. A külügyminiszter azt mondta, hazai oldalon jól haladnak a határt keresztező utak építési munkálatai. A horvátokkal vannak mindenfajta problémáink a határmenti infrastruktúrális együttműködés tekintetében, mert egyelőre a határt keresztező utak építése úgy látom náluk nem prioritás, azonban van egy-két kivétel, hál' Istennek. Tehát például a Pécs és Eszék közötti közvetlen gyorsforgalmi összeköttetés létrejött, az azt gondolom, hogy 2024, tehát jövő év végére meg lesz. Az M60-as Barcs felé történő meghosszabbításán is dolgoznak, hogy újabb út tudjon ott is létrejönni, a határt keresztezve, mondta a külügyminiszter. A mohácsi fejlesztések is tovább növelik majd a megye logisztikai szerepét a politikus szerint. A mohácsi Dunahíd építése kapcsán jó hír, hogy rendelkezünk a tervekkel, rendelkezünk az építési engedéllyel, úgyhogy reméljük a gazdasági helyzet engedni fogja, hogy ezt a nagy beruházást is megindítsuk. Ennek az építési ideje az nagyjából 3 esztendőt fog igénybe venni, de mivel a szervekkel megállapodtunk a Herceg-Szántói határátkelőhely fejlesztéséről, ezért gyakorlatilag a mohácsi Dunahíd megépítésével Szerbia vajdaság irányába is kap egy összeköttetést Pécs és környéke. A kelet-nyugati irányú útfejlesztés Szeged felé teszi majd gyorsabbá, kényelmesebbé a közlekedést itthon, illetve a teherszállítás előtt nyit új lehetőséget. Mohács pedig a szárazföldi és vízi útvonalak találkozásánál jelentheti majd az ország déli kapuját. A miniszterrel készített beszélgetést teljes egészében Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Csőd miatt aggódhatnak a pécsi vásárcsarnok javítási munkái miatt a városvezetők. A hírek szerint a kivitelező jelentett fizetésképtelenséget. Ez felveti azt a kérdést, hogy ki fizeti majd a szükséges munkálatokat a Baranyai Vármegye székhely nagy beruházásánál. Gazdasági nehézségek miatt kerülhetnek veszélybe az új pécsi vásárcsarnok garanciális munkálatai. Erről jelentek meg hírek, amiről kérdeztük a Pécsi Pénzügyi Bizottság elnökét is. Csizmadia Péter szerint, ha tényleg tönkre ment a kivitelező cég, akkor az önkormányzatnak kell fedeznie a munkálatokat. Ebben segített volna az a megállapodás, amit felmondtak az önkormányzaton. Megszüntették a vásárcsarnok üzemeltetési vagyonkezelési szerződését, tehát ugye ez a Pécsi Vagyonkezelő Kft., az önkormányzati vagyonkezelő cégének a vagyonkezelésében lévő épület, ugye ezt az önkormányzat baloldali többsége megszüntette, és innentől kezdve a vagyonhasznosítónak, mint mondjuk úgy, hogy ennek az épületnek a gazdájának már nincs meg az a kötelezettség, hogy évente bizony ilyen karbantartási, felújítási munkálatokra egy keretet elkülönítsen, ez sok 100 millió forint évente. A politikus véleménye szerint most derülhet ki, hogy milyen fontos volt ez a szerződés, aminek a felmondása ellen tiltakozott annak idején. Milyen fontos lehet abban az esetben, hogy az, hogy legyen mihez nyúlni, legyen egy tartalék, amihez tudunk rögtön nyúlni, hogyha valamilyen karbantartási, az üzemeléshez szükséges munkálatokat el kell végezni, hiszen akkor félő, hogyha ez nincs, se a cég, amely építette, se a vagyonhasznosít, az önkormányzati cég nem halmozott fel erre tartalékot, akkor végső soron megint a pécsi adófizetők zsebéből az önkormányzatnak kell ezeket a munkákat majd kifizetni és állni a számlát. Az ügyben kerestük a gazdasági alpolgármestert is, egyelőre nem értük el telefonon. Tőle várunk választ arra, hogy jelenleg mi a pontos helyzet a garanciális javítások ügyében a pécsi vásárcsarnok épületénél. Kinek kell fizetni a számlát és miből, ha meghibásodik valami. Indul a nyári szezon, és a NAV munkatársai is fokozottan ellenőrzik a rendezvényeket, a szezonális termékek értékesítését és a szolgáltatásokat. A kitelepült árusoknak a tevékenység függvényében online pénztárgépi bizonylatot, kézinyugtát vagy számlát kell kiállítaniuk.
Minden egyes értékesítés után számlát vagy nyugtát kell adni, hívja fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina a nyári rendezvények termékek értékesítésével kapcsolatban mondta ezt. Az adóhivatal munkatársai ugyanis fokozottan ellenőrzik ezen szolgáltatásokat, tevékenységeket. Online pénztárgépi bizonylat, kézi nyugta vagy számla lehet értékesítési bizonylat. A kitelepüléseken a helyüket nem változtató vendéglátó egységeknek online pénztárgépet kell használniuk. Ez nem vonatkozik a mozgóárusokra, akik a vendégek igényeihez alkalmazkodva változtatják helyüket. Abban az esetben, hogyha a vevő számlát kér, akkor pedig a számlát kell kibocsátani. Termékértékesítés esetén, hogyha például egy árus kitelepül egy rendezvényre, akkor kiskereskedelmi tevékenységnek minősül ez a tevékenysége. Nem kötelező neki a kitelepülés miatt online pénztárgéppel nyugtát adni, de kézi nyugtát mindenképpen tud, vagy kell adnia. Abban az esetben, hogyha ő online pénztárgéppel akarja megoldani a nyugtaadást, erre is van lehetősége. A jövedéki termékek, mint például az alkohol vagy dohány termékek árusítását be kell jelenteni. Az értékesítés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal kell ezt megtenniük az érintetteknek elektronikus úton. Az árukészlet eredetét is igazolni kell, a beszerzési számlákat meg kell őrizni. Ha ezek a számlák nincsenek a helyszínen, 3 napon belül be kell mutatni azokat az ellenőröknek. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a zárjegyek kezelésére, a leesett, megsérült zárjegyekre, azok pótlására. Ugyanennyire fontos az alkalmazottak szabályos bejelentése is. Abban az esetben, hogyha munkába áll a dolgozó, akkor a munkába állást megelőzően már be kell jelenteni ide a hivatalhoz, akkor is, hogyha egyszerűsített foglalkoztatásról van szó, és akkor is, hogyha munkaviszonyban dolgozik a dolgozó, vagy esetleg megbízási jogviszonyban. Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen csak bejelentett dolgozót lehet foglalkoztatni. A dolgozók is le tudják ellenőrizni, hogy a munkáltatójuk szabályosan foglalkoztatja őket. A munkavállalók ezt ügyfélkapunk keresztül ellenőrizhetik. Az érintettek kérdés esetén fordulhatnak az adóhivatal munkatársaihoz telefonon a 1819-es infovonalon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Elvágta az unokahúga torkát, brutális gyilkosság történt Tengericen. Közel 15 millió forint, ennyibe került Szakály új falugornoki busza. Kisebb nyereséggel zárták az évet, ez derült ki a Tamási Városüzemeltető Kft. Beszámolójából. Az esztendő legaktívabb 24 órája Dombóvár is csatlakozott a kihívás napjához. Pénteken hidegfront előtti növekvő labilitás füllett meleg idő valószínű, jelentősebb csapadék sem kizárható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!